A ciszterci Szent István gimnáziumban minden osztályteremben 10 gyermek vizsgázott szombaton délelőtt. Az intézményben 104. osztályos gyermek írt felvételit és 28. osztályos. A kis és nagyobb diákok sokat készültek a megmérettetésre. Én mindig írtam felvételiket, otthon a régebbieket, és elmentem tanárhoz is. Szerintem nekem a magyar nyelv megy jobban, és én úgy készültem fel, hogy minden nap legalább mindegyikből, matekból és nyelvtanból is 2 megcsináltam a múlt évi felvételik közül. A ciszterci gimnáziumban az 5. évfolyamban 2 osztály indul, egy reál természettudományos és egy humán nyelvi irányultságú osztály. A 4 évfolyamos tagozaton 1 osztályba várják a diákokat. 2 8 évfolyamos osztályt fogunk indítani, és egy 4 évfolyamos osztályt. A pandémia miatt az előkészítőt meg tudtuk tartani, ezt fontosnak tartottuk a kicsiknél, nyilván a járványhelyzetnek megfelelő protokoll szerint, hogy ilyenkor már ne idegenként érkezzenek hozzánk, hanem egy kicsikét az iskola képbe, az iskola lelkiségébe egy kicsit belelássanak, de más sajnos a nyílt napot nem tudtuk megtartani. Ennek ellenére többen jelentkeztek most hozzánk az írásbelire, mint a tavalyi évben. A vizsga eredményeket január végére várhatják a diákok és a szülők. 2 pótfelvételi nap lesz, az egyik január 27-én azoknak, akik valamilyen ok miatt nem tudtak megjelenni január 22-én, a másik pedig február 4-én azoknak, akik igazolt COVID-fertőzöttek.